Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. A mai alkalmon egy kicsit beszélnék erről a könyvről. Egy kis füzetke, bizonyára van, aki ismeri ezt. Úgy hívják, hogy útmutató a 2020-as évre, Biblia olvasó útmutató, amelyet minden évben kiad az evangélikus egyház. Ez a kis könyvecske Németországból származik, onnan ered, mégpedig a 18. század elejéről. Ugyanis Zinzendorf lelkész új istentiszteleti formákat vezetett be ebben az időben, lábmosást, szeretetvendégséget, temetőben tartott hajnali istentiszteletet húsvétkor, és bevezette a naponkénti énekórákat is, amelyeket este tartottak. És ehhez kapcsolódva döntötték el, találták ki azt, hogy egy jelszót is adnak a napra, kiadnak egy igeszakaszt, ami az egész napra vonatkozóan erősítést adhat. És ebből alakult ki tulajdonképpen ez az útmutató, amely tartalmazza ezeket a napi jelszavakat. Tulajdonképpen ezt 1731-ben nyomtatták ki először, német címe az, hogy Lózungen, jelszavak, nekünk már útmutató címen jelenik meg. És éppen ezért a mai napi igét olvasnám föl, ami ebből az útmutatóból származik. Ez pedig Jakab apostol leveléből az első fejezet 12. verse, amely így szól mára. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Jakab apostol vértanú halált halt, nem sokkal húsvét ünnepe előtt, és valószínűleg halála előtt írta ezt a levelet, pásztor levelet. Eusébius történetíró írja róla, hogy a templom ormára ültették a farizeusok és írástudók, és könyörögtek neki, hogy vonja vissza a tanításokat, fogja vissza az embereket, mert nagy számban keresztényekké lettek abban az időben, amikor Jakab apostol prédikált, így megkapta az igaz jelzőt is. Jakab leveleiben a hit következményeit írja le, hogy hogyan tisztul meg, hogyan szentelődik meg az az ember, aki Krisztushoz köti az életét, Krisztushoz kötődik, és őt követi, hívő ember lesz. Vagyis ebben a levélben leírja azt, hogy a hitnek következményei vannak az életre nézve. És éppen ezért beszél ebben az ige szakaszban arról, hogy a keresztény embert kísértések veszik körül. Kísérteni csak azt lehet, aki közel áll az Úrhoz. Sőt, minél közelebb áll valaki Jézus Krisztushoz, annál inkább el akarja vonni tőle a sátán. Annál inkább munkálkodik azon, hogy onnan, abból a közelségből eltávolítsa a hívő embert. És éppen ezért, ha valaki érzi ezt a harcot, akkor meg lehet győződve arról, hogy bizony a gonosz azt akarja, hogy a hitét feladja, hogy eltávolodjon Istentől, Jézus Krisztustól. Jézus
a keresztény embernek nem ígéri azt, hogy kiveszi ebből a világból, hanem ő azért küzd, hogy meg tudjunk maradni ebben a világban, ezek között a körülmények között, és ezért is adja a tanítványok szájába a mi atyánk imádságot, hogy legyen eszköz a kezünkben, a mindennapi harcban. És ebben az imádságban is kérjük Istent, hogy ne vigyen minket a kísértésbe, de szabadítson meg a gonosztól. Létezik most már egy másik fordítása is ennek a mondatnak. Ne engedj, ne engedd, hogy kísértésbe essünk. Ugyanis nem Isten az, aki kísért. Luther Márton is így fogalmazza meg a Kiskátéban, hogy Isten senkit sem kísért. Mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy őrizzem meg bennünket, hogy ebben a harcban győztesen kerüljünk ki. És Jakab apostol is tulajdonképpen így értelmezi a kísértés fogalmát. Isten nem kísért, nem ő az, aki kísért, de létezik a kísértés. Az embert az állatvilágtól az is megkülönbözteti, hogy tetteinket nem az ösztönök hajtják, hanem tudatosan tudjuk őket irányítani, akkor, ha akarjuk. És éppen ezért mondja Isten Káinnak, a bűn az ajtó előtt leselkedik, rád vágyódik, de te uralkodj rajta. Egy másik fordítás szerint, de te uralkodhatsz rajta. Vagyis Isten arra figyelmezteti Káint, hogy a szívében megfogan a bűn, és arra vár, hogy tettekké fajuljon. Elég nehéz meghatározni azt, hogy mit jelent a kísértés, és nem is lehet egy általános kategóriát meghatározni, mert ez mindenkinek egyénenként más. A lényeg az, hogy a gonosz a leggyengébb pontján próbálja az embert eltéríteni Istentől. És nem az a kísértés, hogy megeszem vagy megiszom valamit, hanem a kísértés mindenképpen az, ami elvonja a gondolataimat Istentől, az Istennek szentelt élettől, és romlásba taszít. És sok minden adódhat az ember életébe, ami elvonja Istentől a gondolatait, ami a vágyakozását másfelé tereli, meghatározza akár, mindennapos gondot okoz a számára. És lehet ilyen a félelmeink érzése is, hiszen azok is rabul ejthetnek, megkötözhetnek. A kérdés az, hogy hova húz a szívem, mik ragadják meg a gondolataimat, mi az, ami felé az egész életvitelem terelődik. És ebben a kísértésnek az értelmezésében az is benne van, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy valami jótól vonjuk meg magunkat. Ha nem állok ellen, akkor megteszem azt, ami a boldogság felé visz. És ezt a folyamatot egészen tisztán írja le az őstörténet. Így kezdődik az első kísértés is. A kísértő belesúgja Éva szívébe, hogy bizonyára Isten nem akar jót neked. Bizonyára Isten nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő maga, hogy tudjatok mindent. És ez azt jelenti, hogy nem akarja, hogy boldogok legyetek. És ezzel ellentétben mondja azt Jakab apostol, boldog az az ember,
aki a kísértés idején kitart, aki ebben a küzdelemben kitart és győzelemmel harcolja meg a hit harcát. Mert nem az a boldogság, hogy Isten ellen megteszek valamit, hanem az a boldogság, ha kitartok mellette. Nem az a boldogság, ha az ő szabályait áthágom, hanem az a boldogság, hogyha ebben a kötöttségben, az Isten iránti kötöttségben megmaradok. És ebben a vírushelyzetben bizony kísértés lehet az, hogy elveszítjük a hitünket, hogy megrendül a bizalmunk Isten iránt, de itt is így szól hozzánk a mai napon is Isten igéje, hogy boldog az, megtalálja a boldogságát, aki kitart a hitben, aki ezekben a nehéz helyzetekben is belekapaszkodik az Isten segítségébe, nála keresi a megoldást, nála keresi az útmutatást, hiszen Isten ezért adja minden nap igéjét, akár ebben az útmutató című kis könyvecskében, vagy máshol, más igeolvasmányokban, igehirdetésekben és tanulmányokban. Adja Isten, hogy kitartsunk a hitben, mert akkor leszünk igazán boldogok.